A Kárpát Express mai első állomásán megismerhetik a kárpátaljai kész házaspárt, akik a hagyományok őrzésének és ápolásának szentelték életüket. Ezután ellátogatunk a 4. Székely Fesztiválra, majd a nyugatbácskai Doroszlóra viszutunk, ahol a Cserediák programban résztvevő fiatalokkal együtt fedezzük fel a környéket. Végül pedig megismerkedhetünk a 150 éves múltra visszatekintő Székely dalegylettel. Tartsanak velünk! Az Ugocsai Salánkon járunk, itt él a kész házaspár, Margit és Barnabás. Mindketten a Beregszászi Főiskolán tanítanak, emellett pedig a vidék múltjának hű tanulmányozói, a népi hagyományok lelkes ápolói. Salánk lakossága szigorúan őrzi a magyar hagyományokat, igen büszkék történelmi múltjukra. A tatárjárás után 5. István a Gútkeled nemzetségbelieknek adományozta a települést, amely az Árpád-házi királyok alatt kiváltságos város volt. 1711-ben II. Rákóczi Ferenc itt tartotta a szabadságharc utolsó országgyűlését. 1711. februárjában itt a közeli domboldalon, a Helmechegy oldalán levő vadászkastélyban gyűjtött össze megmaradt embereit Rákóczi, hogy megtárgyalják, mi legyen a szabadságharc további sorsa. Itt döntöttek úgy, hogy Lengyelországba utazik, hogy az oda vár Péter cárral tárgyaljon, átadta a főparancsnokságot Károlynak, és innen hagyta el Magyarország területét a Vereckei hágon keresztül örökre. Hűen követte Rákóczit íródeákja, Mikes Kelemen, akiről a település határában található kutat nevezték el. A néphagyomány szerint a fejedelem hű apródja az itteni forrásból hordta a vizet gazdájának. A salánkiak helyreállították a gémes kutat, a 90-es évek elején emlékhelyet is kialakítottak, de ez ma már komoly felújításra szorul. A hit mindig meghatározó szerepet játszott a salánkiak életében. Kész Margit évek óta kutatja az archaikus imádságokat. A kommunizmus alatt a nyomtatott vallásos irodalom teljesen tiltva volt Kárpátalján, ezért a hívek értékesnek tartottak mindenféle vallásos szöveget. Ezek voltak a kéziratos füzetek, amelyeket ezek a hívő asszonyok könyvként használtak, és sokszor még a templomba is elvittek, ugye, mert ott voltak az énekeik is benne, a hivatalos imádságaik, és most ezt a kettőt, a szájhagyományban élő imaszövegeket, illetve a kéziratokban fellelhető archaikus imaszövegekre fektetem a fő hangsúlyt, ezeket gyűjtöm össze. Margit nem csak az archaikus imádságokat kutatja, hanem a mai napig fellelhető népi gyógymódokat is. Kárpátalja zárt világában a gyógyítás is saját, hosszú idő alatt kialakult belső tudáson alapult. Kész Margit gyógyító hagyomány Kárpátalján című kötetében foglalta össze az egyszerű emberek népi gyógymódjait. A népi gyógyászat az racionális, tehát az észszerű dolgokról is szólt, ahogy ma mondjuk, a gyógyfüvek, a mechanikus ráhatás, masszás, kenés, stb. Illetve az irracionális, tehát a transzcendens szféra is szerepelt. Még a 90-es években épültek az első jurta táborok Salánkon Kész Barnabás kezdeményezésére. A táborokban lovagolni, íjászkodni tanultak a gyerekek, behatóban ismerkedhettek a magyar őstörténettel, katonai és történelmi hagyományőrzéssel foglalkozhattak. Ha kell, honfoglaláskori vitézeknek öltözünk be, vagy éppen a nyári jurtatáborunkban ezt mutatjuk be, ha kell, akkor kurucok vagyunk, vagy Huszton Betlen napon Betlen Gábor hajdúi, de akár az első világháborús huszárságot is be tudjuk mutatni, aminek jelenleg éppen aktuális évfordulója van. Kárpátalján és a többi elszakított ország részen is sok olyan emberre van szükség, mint a salánki kész házaspár, akik életüket teszik a hagyományápolásra, és egyszerre több hiányzó intézményt is pótolnak tevékenységükkel. Legújabb tervük egy tájház kialakítása, ahol az általuk összegyűjtött relikviákat nem csak méltó helyen őrizhetnék, hanem be is mutathatnák a nagy közönségnek. Negyedszer rendezték meg Budapesten a Székely Fesztivált, amelyre hamarosan mi is ellátogatunk.